Nemzetiségi napnak indult, aztán gasztronómiai fesztivál lett belőle. Ez a nagykozári szármafőző fesztivál. A szárma, más néven a töltött káposzta elkészítésének számtalan változata van. Egyes vidékeken a fazék aljára szalonnát, vagy a rétegek közé füstölt kolbászt, vagy füstölt húst is tesznek. Máshol a darált hús fele-fele arányban sertés, illetve marha húsból áll. A töltelék ízesítése is népcsoportonként és területenként eltérő. A szármát a sokacok töltött káposztájának nevezik. Mi nem rizssel készítjük, hanem fagyöngyel, és mi a füstölt dolgot, szalonát bedarálva még a töltelékbe pluszba rakunk, azon kívül, hogy rakunk bele füstölt csülköt, meg erős paprikát teszünk bele így a tetejére, hogy szép legyen. Ennyi a különbség. Az ízesítés szerintem, hogy a só paprika, meg a fokhagyma, arra mi szoktunk fokhagymát beletenni, van, aki nem tesz bele fokhagymát, mi teszünk bele, az egybesítjük a hagymával, meg attól ad neki egy jó kis ízt. Ennyi. Ugye tudni kell az arányokat, hogy mit, hogyan. Hát mi úgy mondjuk, hogy mi a horvátok azok általában ebben az árpagyöngyel készítik. Mi ugye idősebbek vagyunk, mi otthonról ezt hoztunk. Otthon a nagymamám, anyám így csinálta a szármát mindig. Ugye mi szármának hívjuk, nem töltött káposztának, és mi így csináltuk. Állítólag mindig finom a miénk, úgyhogy remélem, hogy most is az lesz. A nagykozári német nemzetiségi önkormányzat igyekszik megragadni minden olyan lehetőséget, mely a település kulturális életének színesítését, értékeinek megőrzését teszi lehetővé. Szármát természetesen ők is főztek. A fűszerezésünk nem áruljuk el, de annyit elárulnék, hogy van benne abalé, amit disznóvágáskor el szoktunk tenni, és ilyenkor, amikor van ez a szárma fesztiválunk, akkor elővesszük a fagyasztóból, és azt is hozzátesszük. Hát füstölt áru van benne, húsos csont, és hát azok az egyedi fűszerek, de van különleges fűszer, nincs benne, tehát só, bors, paprika, tehát az általános fűszerek, tehát nincs benne semmi olyan különleges. És mi most rizssel készítettük, ugye régen gerslével, illetve hát árpagyöngyel készítették, de mi most már a mai hagyományoknak megfelelően rizssel főzzük. A jubileumi rendezvényt Hoppál Péter országgyűlési képviselő nyitotta meg. Nagyon érdekes, hogy a töltött káposzta az minden lakodalomban az éjféli terítésnek a fontos gasztronómiai kelléke, és a baranyai horvátságnak van egy nagyon hagyományos és régi receptúrája, amit itt a Nagykozári Fesztiválon a szárma ízesítéseket bemutatnak, és egymás között is megosztanak. Úgyhogy ez a nagyon alulról jövő polgári kezdeményezés volt 10-12 évvel ezelőtt, hogy akkor most már fesztivál formájában legyen itt Nagykozáron, a legnagyobb Pécs környéki agglomerációs faluban ez a rendezvény. És azt mondhatom, hogy az elmúlt 10 évben azt hiszem, hogy majdnem mindig itt voltam, hogy ez a közösségekről szól. Tehát, hogy összejönnek baráti csapatok, civil szervezetek, néha utca, tehát szomszédok egymással főznek, és ez hiányzott az elmúlt másfél évben nyilvánvalóan, hogy a pandémia és a bezártság és a vírustól való félelmünkben nem lehetett ilyen közösségi alkalmakat megtartani. Tavaly el is maradt egyébként az akkorra tervezett jubileumi 10. Nagykozári Szármafőző Fesztivál. Így most eltoltuk egy évvel, és nagyon örülök, hogy közben az alatt a másfél év alatt, vagy a elmúlt 2 évben mióta nem találkoztunk a Szármafőző Fesztiválon, azóta Nagykozárra nagyon nagy léptékű kormányzati infrastruktúra fejlesztő támogatások érkeztek, és szépen a pandémia alatt megújultak az intézmények, utak, és most íme itt van a fesztivál is, és ez is egy jó közösségi eseményként tudja a helyiek jó érzését szolgálni. A töltött káposztán kívül sós és édes sütemények is kerültek az asztalra. A kelt ostoros rétes tipikus sváb étel. Úgy készül, hogy a keltésztát földarabolom 6 darabra, kisodrom vékonyan, beletekerem a kakaós margarinos krémet, föltekerem csíkokra, két csíkot összetekerem és kisütöm a tepsiben.